Köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Elérkeztünk a felkészülési időszak finiséhez, ami azt jelenti, hogy vasárnap már bajnoki mérkőzést játszunk hazai pályán a Dombóvár ellen. Elsőként Kardos Ernőhöz, a csapat vezetőedzőjéhez fordulok. Ernő, kérlek, értékeld a felkészülési időszakot, illetve mondd el, hogy mit vársz a vasárnapi bajnoki rajttól. Hát ugye elég korán elkezdtük a felkészülést, sőt, talán azt mondom, hogy első között itt a Tolnamegyei csapatok közül. Nem véletlenül terveztük így, hiszen ugye a klubnak komoly céljai vannak, ezt mindenki tudja. Szeretnénk megnyerni a bajnokságot és egy osztályra feljebb kerülni. Ez nyilván minden feltétel most adott, és ennek függvényében állítottuk össze a felkészülést. Az idő úgy gondolom elegendő volt, voltak különböző kisebb-nagyobb problémák, amik elsősorban ilyen kisebb sérülések, amit úgy gondolom tudtunk kezelni. Nem volt még olyan a pályafutásom során, hogy tökéletes felkészülés, ez se volt az. Én úgy gondolom, hogy 90%-ban el tudtuk végezni azt a munkát, amit elterveztünk, és a felkészülési mérkőzések alatt visszakaptam legtöbbször azt, amit szeretnék látni tavasszal a pályán. A legfontosabb része a fizikális felkészítés volt. Ez úgy gondolom az edzőmérkőzések függvényében, hogy nagyon jó sikerült. Remélem, hogy ezt át tudjuk menteni majd a bajnoki szezonba is. A taktikai és a része, abban még van egy kis elmaradás, de nyilván ezt is orvosolni fogjuk. A hétvégén ugye elkezdődik a bajnoki szezon, mindjárt egy elég érdekes mérkőzés, ami ugye mutatom, hogy a presztízs, hiszen a Majos Dombóvár az mindig egy ilyen presztízs mérkőzés volt. Természetesen hazai pályán nem is lehet más célunk, mint hogy itt tartani a 3 pontot. Mivel én maximalista vagyok, én szeretném, hogyha a csapat azon kívül, hogy itt tartana 3 pontot, meggyőző játékkal, mint a felkészülési meccseken is nyújtott, itthon tartanánk a 3 pontot, és megyünk tovább utána a céljaink felé. A szakmai stábban a jövő héttől most már kimerem jelenteni, hogy szinte biztos, hogy csatlakozni fog egy új szakember. Ez kimondottan az én kérésem volt, nem feltétlenül erre a szezonra fókuszálva, hanem a jövőre nézve. Ennyire is bízom abban, hogy meg fogjuk nyerni a bajnokságot. A Kelemen Krisztián személyében egy olyan erőléti edző fog érkezni a csapathoz, aki ugye most dolgozott egy profi klubnál, a Szent Lőrincnél MB2-be, nagyon komoly szinten, nagyon jó visszajelzés. Az, hogy a Krisztiánhoz nekem egy komoly baráti kapcsolat fűzés, így el tudtam csalni, az, hogy nekünk heti egyszer fog tudni segíteni a játékosok fizikális felkészítésével, illetve prevenciós dolgokban, hogy a sérülés megelőzésbe tudjunk előrelépni, illetve nyilván abban, hogy lerakjuk azokat az alapokat, ami a profi osztály, jelen esetben az MB3-ban majd szükségesek. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy pozitívum, hogy ebbe a közegbe egy ilyen profi szakember tud majd csatlakozni jövő héttől. János Szabolcs, fél szezonban mögötted a technikai vezető pozícióban. Arra lennék kíváncsi, hogy erre számítottál, amikor elvállaltad ezt a munkát, illetve hogyan értékeled az elmúlt fél évedet, és milyen a közös munka a szakmai stábbal? Először is itt is el szeretném mondani, hogy szeretném megköszönni a vezetőknek, hogy rám bízták ezt a munkakört, vagyis hát ezt a lehetőséget megkaptam tőlük. Nagyon, nagyon élvezem a dolgot, hozzáteszem, és tetszik a munkakör. Hasonló dologra számítottam, őszinte leszek. Nyilván mindig vannak meglepetések és vannak váratlan dolgok, de ezt mindig próbálja kiküszöbölni. Ez a fél év, ami eltelt, minden szempontból pozitív. Abban is pozitív, ami ugye a pályaedzői vagy a segédedzői munkakörömhöz tartozik. Ugye az Ernőnek is segítek folyamatosan, ahogy a munkaköröm engedi. Csak pozitív visszajelzés van minden szempontból. Simon Gábor az elnökséget képviseli. Gábor, kérlek, fejtsd ki, hogy milyen rövid, illetve hosszabb távú terveitek vannak az elnökséggel, az egyesülettel, illetve az egyesületen belül? Hát az elnökség rövid távon elsődlegesen a bajnokság megnyerését tűzte ki célul a csapat elé. Hát nem lesz ez egyszerű, mert úgy érzem, hogy
elég sok csapat, különben akik ott vannak az élmezőnyben, mindenki jól készült fel, erősítettek, és ez látszik is, hogy épp hogy az utolsó meccs a győzelemmel, akkor kerültünk az élre. De hosszú távon pedig mindenféleképpen tanultunk mi már az előző NB3-as szereplésünkből, és szeretnénk mindenféleképpen megnyerni az osztályzót, és utána pedig egy úgymond megragadni először az NB3-ban, és utána pedig egy jó középcsapattá kinőni magunkat. Szakmai stáb kapusedzővel is bővült most télen. Víz Péter a csapat új kapusedzője. Kérlek, mutatkozz be röviden azoknak a szurkolóknak, akik még nem ismernek téged, illetve mondj légy szíves néhány mondatot arról, hogy hogyan látod most a csapaton belül a kapusok helyzetét, és milyen velük a közös munka. Víz Péter vagyok, Pécsről érkeztem. Több NB2-es klubnál megfordultam, mint játékos, mint kapus. Az előző fél évben Villányban voltam kapusedző, és a Majos felkérésére tulajdonképpen a szakmai stáb ismeretében jöttem ide, és próbálok segíteni a helyzetükön. A két kapusról annyit, hogy szerintem a két megyét is összevehetem, Baranya és Tolna megyét összenézve, mert azokat is ismerem, akik Baranyában vannak, a legjobb kapusok, ugyanúgy szakmailag, ugyanúgy fizikailag, és ugyanúgy megvan az alázat, a munka. Tehát ővelük semmi probléma nincsen. Lizák Péter, mint csapatkapitány kérdezném, hogy milyennek érzékeled most az öltözői hangulatot, milyen a csapategység így néhány nappal a bajnoki rajt előtt? Remek, jókedvűen, de fegyelmezett és kemény munkával telt a felkészülés. Egységesek vagyunk, összetartóak. Ez ősszel is megmutatkozott, hogy tudunk igazi csapatként küzdeni. Ez nem lesz tavasszal másképp sem. Van két nagy visszatérőnk most itt az átigazolási szezonban. Az egyik Máté Balázs, aki a 2013-as bajnokcsapat, azt hiszem nyugodtan mondhatni, egyik emblematikus figurája. Balázs, miért döntöttél úgy, hogy ismét csatlakozol a kerethez? Hogy érzékeled, miben tudsz rangidősként leginkább segíteni a csapaton belül, és milyen személyes motivációid vannak? Még az össze keresett meg a Szabi, hogy volna kedvem ide visszajönni Majosra. Én természetesen azonnal igent mondtam neki, és itt szeretném is megköszönni neki, illetve az Ernőnek, a vezetőségnek, de a fiúknak is, hogy egy ilyen nagyon jó csapat, nagyon jó társaság tagja lehetek. És hát szeretném megköszönni a lehetőséget is, hogy itt Majoson régi sikereimnek a helyszínén fejezhetem be a bajnokság, vagy a pályafutásomat. Ez egy nagyon nagy gesztus volt tőlük, nekem ez nagyon sokat jelent. Úgy gondolom, hogy ideje átadni a stafétapotot, ugyanis sokan nem tudják, de a kisfiam Ábel a nyártól hivatalosan is a majosi család kötelékébe fog tartozni. Nyártól már ő fogja továbbvinni a Máté nevet a majosi klubban. Visszatérve a kérdésedre, motiváció az mindig van. Ha nincs motiváció, akkor nem ér az egész semmit. Természetesen motivált vagyok, nagyon élvezem az edzéseket. Próbálom felvenni a ritmust a fiatalokkal, és a rutinommal, illetve a tapasztalatommal, jó tanácsokkal segíteni a fiatalokat. Sajnos egy kisebb sérülés hátráltat a munkába, amitől kell kihagynom edzéseket, de a legnagyobb vágyam az, hogy egy utolsó bajnoki címmel tudjam befejezni a pályafutásom. Ja, a kapusokról korábban már ugye a név nélkül esett szó, Genzler Gellért viszont itt van köreimben ismét, aki egy visszatérő játékos, Gerjeni
NB3-as fél évet követően csatlakozott újra a keretünkhöz. Kérlek, mondd el, miért döntöttél ismét a Majos mellett, és hogyan értékeled az elmúlt fél szezonodat az NB3-ban, milyen céljaid vannak nálunk itt Majoson? Én is köszöntöm a kedves nézőket és a teremben jelenlévőket. Nagyon örültem a majosi csapat megkeresésének egy ismert közegbe. Volt csapattársaimhoz kerültem vissza. Az őszi szezonban 16 mérkőzésen léptem pályára az NB3-as bajnokságban. Fejlődésemet tekintve pozitívan értékelem ezt a rövidke kitérőt, és a tavaszi szezonban mindent alá szeretnék rendelni annak, hogy elérjük a Majossal közösen kitűzött céljainkat. Pályafutásom során még sosem voltam bajnokcsapat tagja. Nagyon örülnék, hogyha a tavaszi szezon végére ez is bekövetkezne. Máté Balázs és Genszer Gellért mellett Bányai Dániel a harmadik friss igazolásunk. Dani, légy szíves, mutatkozz be azoknak a szurkolóknak, akik még nem ismernek téged. Röviden mesélj arról, hogy milyen játékosként jellemeznéd magad, mik az erősségeid, milyen poszton játszol, miben tudsz segíteni a csapatnak, és miben szeretnél fejlődni. Üdvözlök mindenkit! Bányai Dániel vagyok, és a Szexár csapatától érkeztem. Előtte az utánpótlásban a Kecskeméti Labdarúgó Akadémián nevelkedtem, de most nyáron úgy hozta a sors, hogy Szexárdra kerültem, de ott nem jöttek össze a számításaim, így örültem, mikor az Ernő megkeresett, és egyből tudtam már, hogy télen itt szeretnék focizni. Fiatal vagyok, 19 éves, sok mindenben szeretnék fejlődni, de itt minden adott ehhez, és remélem minél több meccsen, minél több rutin tudok majd szerezni a felnőtt foci világában, és évvégén magasba tudjuk majd emelni a trófeát. Én azt gondolom, hogy ennél jobb végszót nem is találhattunk volna, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, vasárnap pedig sok sikert kívánok a Dombóvár elleni bajnoki rajton. Köszönöm.